41. perc vége. Kitűnően jön középre a labda, lecövekelnek a ferencvárosiak, Jova abban a reményben állt a gólvonalon, hogy majd elfejelik a labdát, de nem fejelték el. És itt az óriási meglepetés a Puskás stadionban, megszerzi a vezetést a Mezőkövesd együttese. Szalai a gólszerző, a rövid oldalon teljesen tisztán fejelhette a szabadrúgást a kapuba. Senki nem követi le a mozgását, Jova sem lép ki a kapujából, és a rövid oldalról nagy erővel befejeli a labdát. Gerson volt ott, neki kellett volna valahogy semlegesíteni a gólszerzőt, Szalait.